Jó reggelt kívánok mindenkinek! Március 25-én reggel Binfieldből, ez Reading mellett van, néhány kilométerrel London felé, az M4-estől nem messze. Ez az új munkahelyem, és itt áll mögöttem egy trailer, tükörbe mutatom, egy munkagéppel, egy Caterpillarral, ő is idejött. Ennek a partójában van a találkozó egy Jamie nevű régésszel, mert a régészetnek fogok dolgozni. Őt várom, mert a gépes is őt várja. Úgyhogy, hát ez van egyelőre. Most itt az, hogy már 9 óra felé jár az idő, de még nincs senki. Na majd meglátjuk. Azt mondja ez a sofőr, beszéltem vele ezelőbb, hogy nem messze van a munkahelye, ahol menni kell dolgozni. Na majd meglátjuk. Feltételezem, hogy nem régészeti feltárás lesz, hanem építkezés előtti kutatás. Tehát ugye itt a régészet kétféle munkát csinálnak, és kétféle régészet van itt Angliában. Az egyik az, amikor találnak valamit, aztán ugye azt ott fel kell tárni. A másik az, amikor egy építkezés előtt meg kell kutatni a területet, hogy nincs-e valami ott. Régészeti emlék. Ez általában úgy van, hogy több helyen meg kell ásni a földet, a mintát vesznek, feltérképezés, stb. Ha valaki emlékszik, hát tavaly nyáron csináltam ilyet, egy Volvo-val voltam. Igen, egy Volvo-val voltam egy ilyen nagy mezőn, ahol ilyen gödröket kellett ásni. Jó, jó sokat. Ilyen gödröket kellett ásni. És... Ő jön, nem ő az. Azt hittem, hogy jön, na mindegy. Gödröket kellett ásni, és abból mintát vettek. Ha valaki emlékszik rá, volt egy ilyen munkám tavaly nyáron. Na mindegy, hát ez van. Egy szép kis pub ez itten egyébként. Szarvas és kutyák. Az a neve. Country pub. Be van zárva természetesen a Covid vírus miatt. Na mindegy. Úgyhogy annak a parkolában vagyok. Valószínűleg egy ilyen építkezés előtti feltárás lesz. Hát az a baj, hogy nagyon jó ezek az régészeti munkák, én szeretem egyébként, de az a baj, hogy sokáig nem tartanak, egy-két nap az egész. Ugye ásor néhány gödröt, azt annyi. Na. Hát ennyi egyelőre. Jelen szépen. Itt az egy gyönyörű, szép úgynevezett angol countryside-on, vidéken. Hát farmok vannak itt, vagy itt van egy kis város, kis falu, nem tudom mekkora lehet, az úgy Binfield. Itt ilyen lovardák vannak, hogy elnézem meg. Lakókocsi park. Ez a terület, azt látom, hogy volt egy csomó fa rajta, amit bedaráltak. Teljesen szétforgácsoltak, ilyen nagy kupacokban. Itt vannak nagy faforgács kupacok. Hatalmas nagy faforgács kupacok vannak itt. Ez valami olyan lólegelő lehetett, hogy mi a fasz. Nem tudom. Elég mély talaj, hogy elnézem. Egy Hitachiban ülök egyébként, végül is a Caterpillart azt nem nekem hozták, azt egy másik gépkezelőnek hozták. Én egy Hitachit kaptam, egészen pontosan 43 üzemóra van, mert még a folyó rajta van az ülésemre, a kezelő karokon, szinte vadonatúj. 43 üzemóra van benne.
Szinte vadonatúj. Szinte vadonatúj. 8 és fél tonnás pontosabban. A krater is akkora, az is 8 tonnás a kraterpillár. Hát nem tudom, mi lesz itt, majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz itt. Na, üdvözlően látja, most reggel 10 óra van, meg kell reggelizni. A mai reggelim van már ebben a szatyorral itt, hát nem hiszem el, hogy nem lehet vele bűnőre jönni. Mai reggel a lengyeleknél vettem töltött pulyka. Töltött pulyka. Kérem szépen. Töltött pulyka. Töltött pulyka. Megnézzük, hogy milyen. Megnézzük, hogy milyen. Így néz ki. Mondom, lengyeleknél vettem. 8 egyébként. És finom is. És finom is. Sincs sokkal, hát több úgy az a távolság, mint ahol eddig jártam, ugye? Csak az az M3-as mellett volt, ez az M4-es mellett van. Egyen följebb. Reading van itt nem messze. Egy nagyobb város. Majd érdemes azt, hogy hazafelé menő utat is, úti videót is csinálni. Mert az M4-es végig újítják fel. Ez életben annyi munkagépet nem láttam, mint az M4-es mellett itt fel van sorkoztatva. Iszonyú sok munkahelyet csinálják az M4-est. Gyakorlatilag 50-en lehet végigjönni, mármint mérfölddel. De végre láthatatlan, hogy az ember megy kilométerekig, csak munkahelyet lát.
nagyon kellemes kulcsomell, szintén kellemes töltelékkel. Aztán mondom, hogy nagyon finom. Lengyelek. Jó főznek. Azzában külön kiszolgáló pulton a lengyeleknek. Ez egy nagyon-nagyon finom töltött hús volt. Nagyon-nagyon finom. Ez a böker bicska damaszkuszi stílusú hajtalat a tacéból. Ez egy legjobb vétel volt mostanában, mert valami brutálisan éles még mindig. Most látom, hogy lassan elenged itt a izé. Ajaj, ez már nem sok mindent tartja, sőt semmi. Ajaj. Nagyon. Le kell csajnám. Nagyon. Nagyon jó ez a bökervicska. Tartja az élét. És jól vág. Volt meddig is ilyen hajtatott damaszkuszi. Egyáltalán volt ilyen jó. Az előző például. Ez sokkal jobb. Na. Egyébként fogalmam sincs, hogy mit kellene csinálni. Fogalmam sincs. Lakókocsi park van, néhány ott áll egy lakóautó, ott lakókocsikat. Nem így, mert van egy kutya is tol, ahol éppen kutyákat tréningeztetnek. Ott. Ez egy kutyafuttató, vagy kutyaistola, vagy valami olyasmi, mert ott van a kutyákat. Inkább futtató, inkább kutyafuttató, mert
sétáltatják a kutyákat. Ezek a nagy dombok, kupacorpel értem, bedarált fák. Ezek mind hatalmas nagy fákat bedaráltak itt. De amit már meghajtad, azok már nagyon védik. Mint ez például. Ez például körbe van. Teljesen körbe van. Korlátozva, mert ott is hátrább is van egy. Van a távolban egy csodálatosan szép fa. Nem tudom milyen fa lehet, de az annyira csodálatosan szép, arányos, gyönyörű szép öreg fa, vastag törzsel. Ez valami csodaszép fa ott a távolban. A távolban, az gyönyörű. Ez a távolban a fa. Gyönyörű szép. És hát itt fogunk dolgozni. Elég nagy területen egyébként, fogalmam sincs, hogy ilyen zászlók a karok vannak kijelölve, meglátjuk. Majd meglátjuk. Ez a srác az előbb lefényképezte a Rotet Pilárnak a lánctalpát, egy ilyen érdekes gumibetétes lánctalp van rajta. Meg a vezértömböt, meg körbe fényképezte néhány dolog, ami érdekel a könyvemhez. Kérdezem a srácot, hogy mi az angol neve a vezértömbnek, és nem tudta megmondani. Nem tudja, mi az angol neve a vezértömbnek. Nem tudja. Én úgy félig meddig úgy tudom, hogy valve drivers, vagyis szelepfiók. Itt egyszer mondtam volna ezt nekem valaki, hogy angolul a vezértömb az szelepfiók. Valve drivers. Nem tudom. A srác ez nem tudta megmondani, hogy angol. Nem tudtam megmondani. Érdekes. Na mindegy, azt mondja, hogy itt lesz majd a compound, ez a körbenézett rész, ez lesz majd itt a compound, ami azt jelenti, hogy raktárbázis, anyagtároló, stb. Az a compound, itt lesz majd. Bocsánat.
nem ilyen leregult hengár. Nincs az leregult hengár. Az a betanás. Okay.
kicsi szórás, hát amennyire tudok, csinálok egy nyomot, aztán ilyen távolságon egyeneset szedni, hogy se lehet kiszórás nélkül. Előtte volt rajta valami másmilyen motor.
Bronze Age Golf Ball. Bronze Age. Thank you.
Thank you.
Into that corner. I'll take you to that corner. Don't dig anything.